Tegnap tartotta nyári szünet előtti utolsó közgyűlését Szolnok megyei jogú város önkormányzati képviselőtestülete, és ahogy az megszokott, egy külön véleményt szeretnénk a Jobbik frakció nevébe megfogalmazni, néhány napi rendi ponttal kapcsolatosan. Én két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik a költségvetés, amit elfogadtunk idén, főleg azért, mert sor került egy minimálbér és egy bérkompenzációs emelésre. Azonban fontos kiemelni azt, hogy még így is kevés. A múlt hónapban nyújtottam be a Bérunós polgári kezdeményezéssel kapcsolatos rendeletalkotásunkat, amit nem vettek napi rendi pontra, holott a polgári kezdeményezésünk igenis, hogy megoldást nyújthatott volna arra, hogy Szolnok városa támogatja a kezdeményezést, és a bérek itt is fölzárkóznak az uniós bérekhez, így az árunió után a bérunió is megvalósulhatott volna, és meg is fog, hiszen a Jobbik nem áll le, tovább megy az úton, az aláírásokat össze fogjuk gyűjteni, és ki fogjuk kényszeríteni azt, hogy a bérunió az egyenlő munkáért egyenlő bér megvalósuljon Magyarországon. Ehhez kötném a másik napi rendi pontot, amiről már beszéltem. Most előterjesztették a városvezetés azt a rendeletalkotást, amely az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megemeléséről szól. Még a bérunióval nem értettek egyet, úgy a saját bérezésüket, tiszteletdíjukat megemelték a fideszes városvezetés és a fideszes önkormányzati képviselők. A Jobbik frakció volt az egyetlen, aki erre nemet nyomott. Képviselőtársammal, Lázár Zoltánnal el fogunk gondolkodni azon, hogy mi az, amit még tudunk tenni annak érdekében, hogy ne legyen egy pazarló várospolitika, költségvetés szempontjából is, és igenis, hogy az elsők az emberek legyenek, és majd utána jöjjön minden más. A tegnapi napon Szolnokváros közgyűlése ülésezett, és bár több mint 30 napirendről volt szó, most mégis egyet szeretnék kiemelni, mert ez egy az, ami úgymond szimbolikus jelentőségű. Szolnokot is elérte az Orbán-Simicska háború, melynek keretében mintegy helyi szintérként került sor összecsapásra. Ez azt jelentette, hogy van Szolnok városának egy olyan rendelete, amely a közterületen kihelyezett plakátokat szabályozza, és ez a rendelet egyébként el van bújtatva egy településképi rendelet részévé van téve, és gyakorlatilag az előterjesztésből nem is derült ki a felületes szemlélő számára, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Tehát azt lehetett látni, hogy egy település képi rendeletet kívánunk módosítani. Azonban, aki jobban járatos a rendeletnek a háttér információban, azt tudhatta, hogy arról van szó, hogy gyakorlatilag a nevezetes G-nap követően, amikor is ugye Simicska Lajos és régi harcostársa Orbán Viktor összerúgták a port, tulajdonképpen ukázba adta ki a Fidesz minden állami szerv és minden önkormányzat számára, hogy Simicska Lajos gazdasági érdekeltségeit a lehetőségekhez képest a legjobban vissza kell szorítani. Ilyen módon Szolnok is belekerült ebbe a nagy konspirációs tevékenységi láncolatban, ugyanis a Simicska Lajos érdekeltségi köréhez tartozó Mahír csoport az, amelynek Szolnokkal szerződése van a településen elhelyezhető reklámhordozókkal kapcsolatban. És tulajdonképpen ez az előterjesztés nem szólt másról, mint hogy az ezzel a szerződéssel kapcsolatos jogokat átruházzuk a polgármesternek, aki ezt egyébként előzetesen elmondta számunkra a frakcióvezetői egyeztetésen, hogy ennek a Mahír szerződésnek a felmondása fog történni, a felmondási idő pedig majd 2020-ban fog, ha jól emlékszem, lejárni. Tehát megtörténik a felmondás, és tulajdonképpen a Mahír ki lesz szorítva a szolnoki reklámpiacról. Mi ezt a előterjesztést nem támogattuk, természetesen nem azért, mert akár egyetlen egy könycseppet is hullajtanánk, akár Simicska Lajosért, akár bármely más olyan oligarcháért, amelyet a Fidesz felhízlalt, hanem azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy akkor kell rendeletet alkotni, vagy módosítani, hogyha arra szakmai indokok vannak, és Szolnokváros érdeke szolgálja azt, hogy ezt módosítsuk. Itt viszont nem erről van szó, itt egy szimpla, kőkemény politikai döntésről van szó, ezért mi ezt nem kívántunk egyáltalán asszisztálni. Kicsit egyébként az embernek olyan érzése lehetett, mint hogyha
Orwellnek a híres 1984 című regényébe toppant volna, ahol volt az úgynevezett igazságminisztérium, aminek az volt a feladata, hogy meghamisítsa a múltat. Itt is tulajdonképpen arra láthatunk törekvést a polgármester úr részéről, hogy mindent, ami Simicska Lajossal kapcsolatos szerződés volt, annak idején, amikor elfogadták, amikor még Simicska ugye jóban volt Orbán Viktorral, akkor még minden jó, minden szép volt, minden szerződés előnyös volt a városnak, de most hogy nem hirtelen kiderült, hogy ezek a szerződések ezek előnytelnek a város számára. Tehát kicsit még egyszer mondom, olyan érzésünk van, mintha retusálni szeretné a múltat. Úgyhogy, ahogy mondtam is, mi ezt nem kívánunk asszisztálni. És talán még egy dolgot, egy momentumot érdemes megemlíteni. Milyen a sors fintora? Pont a tegnapi nap derült ki az, hogy bizony-bizony a Fidesz az a 2010-es kampányban Simicska Lajostól mélyen ár alatt bérelte a plakáthelyeket, jóval az alatt, mint most a Jobbik bérelte. Tehát amivel vádolják a Jobbikot, annak pont az ellenkezője igaz, és pont a Fidesz volt az, aki ezt ennél sokkal durvább árérték arányban megvalósította. És ha lehet hinni a híreknek, akkor még az is előfordulhat, hogy számla nélkül is sok ezer plakát került kihelyezésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy van erre egy szép magyar mondás, akinek vaj van a fején, az nem menjen a napra.